Volt egy videóm, ami arról szólt, hogy használt kerékpárt mikor éri meg felújítani. Hol van az a határ? Tehát, hogyha te nem látod azt a videót, akkor mindenféleképpen nézd meg, mert ez az azutáni rész, és hogyha ezt a videót nézed csak önmagába véve, akkor nem fogod érteni, hogy miről van szó. Szia kerékpáros barát, Vargőcsi vagyok. Bevallom őszintén, lehet, hogy egy picit túllőttem a célon és átléptem a realitás határát, ugyanis sokan kérdeztétek, hogy mi lett ennek a kerékpárnak a sorsa, illetve egyáltalán ez egy valóságos kerékpár, hát azért ilyet nem akarnak felújítani, és hát honnan szereztem ezt a kerékpárt, hát biztos, hogy a, 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 Dunából kukáztam, és a többi, és a többi. Van, aki oda tesz, mosolygol, smiley van, aki nem, én úgy értelmeztem komolyan kérdezt, és akkor gondolkoztam el rajta, hogy húha, lehet, hogy tényleg azt hiszik, hogy, hogy most csak így a, a, így a vicc kedvér, vagy így a videó kedvéért egyetlen csináljunk egy videót. Nem. Mit hoztam el nektek? Hát itt van a kerékpár, ami tulajdonképpen mondhatni, hogy fel lett újítva. Ha meg szeretnéd kérdezni, hogy mennyibe került a felújítás, akkor kérlek szépen ne tedd. Ugyanis ebbe az esetben egy ilyen kirívóan, nagyon nagy kedvezménnyel lett odaadva minden. Tehát tulajdonképpen mondhatni, a munkadíj minden az ég a világon, tehát alapjában véve nem lenne kiinduló pont ez, de az illető végül is úgy döntött, hogy jó, akkor csináljuk azt, hogy szedjük szét a kerékpárt, és utána odaadtam neki a vázat meg a villát. Ő fogta, szépen lecsiszolta, lealapozta, és lefújta a kerékpárt. Sima, egyszerű, úgymond mezei módon otthon fújta le. Semmi extra. Itt nyilván volt egy óriási pénzösszeg, amit megtakarított. És kipróbáltam a kerékpárt, és képzeljétek el, csodával határos módon, tehát ritka, mint a fehér holló, tehát a rasnyt ugye azt le kellett cserélni. És hát a meglévő láncával még éppen hogy működik. Van egy ilyen kis daráló érzés, nyilván, tehát az nem oké, és hosszú távon azért nem fog ez működni, de meg van nyúlva azért a lánc, de mégsem ugik rajta, tehát éppen el lehet közlekedni vele tudjuk a fényezés is, hogy, hogy, mit fog bírni, mert mondta is, hogy hát egy picit, picit szinte hozzáérek, és nyilván nagyon sérülékeny és leverődik a festés. Tehát oké, okay, ezt is tudjuk. Nett egy végfék, végül is így döntött. Lett egy hátsóváltó, egy abszolút teljesen a legolcsóbb hátsóváltó, ment rá egy első váltó, bovdenek kellettek, és igenis igen, váltókart. Tehát tett rá egy ilyen, úgymond egy ilyen nagyon alap, simonó váltókart, tehát semmi extra az ég a világon és tulajdonképpen úgy nagyjából a felújítás, ez így ezzel meg is állt. Tehát még egyszer elmondom, semmi extra. Nem, nem, ez nem teljesen igaz. Van egy nagyon nagy ékessége a kerékpárnak. Hát nem csak papám egy sima fekete festékkel fújjuk le, nem, nem. Piros, fekete szint kapott. Rendesen le lett fújva, ugye egyszer, utána a fekete az le lett és szépen kis motivumok, kis elemek, egy-két elem ilyen dizájn szerűen le lett fújva. Tehát ez azért komoly, lássuk be. És fogjuk rá, hogy a kerékpár gurul. Na most akkor mi van? Miért kellett egyáltalán ez az egész? Tulajdonképpen egy olyan nézőpont jött fel a kerékpár tulajdonosától, hogy azt mondta, én most idén nem szeretnék még kerékpárt venni, jövőre valószínűleg lecserélem, tehát most akár lehet egy jó fél évig elközekedik vele, és azt mondja, hogy óvatosan, semmi extra, tényleg ilyen munkába járás, óvatosan elközlekedik vele, olyan úgymond, amilyen. És az ő nézőpontjából teljesen nem is volt ez a dolog, de ne felejtsük el, hogy tulajdonképpen egy különleges árajánlatot kapott, és valószínűleg, amikor látja ezt a videót, akkor a bajsz most ott röhög. Bár a próbakörül személyesen, őszintén szóval egy kicsit féltettem az életemet az első kerék miatt, de erről ő is tudott, hogy megbeszéltük, hogy úgy néz ki, hogy a kerékkel még valamit csinálni kell, mert olyan érzése van, mintha az, az első kerék ki akarna esni. Pedig meg vannak húzva a tengelnyák. Szóval azt hiszem, hogy ezzel mindent elmondtam. Szóval ezt a kerékpárt nem kukáztam, nem a Duna aljáról horgáztam ki, úgyhogy köszönöm, hogy velem voltál, iratkozz fel a csatornámra, és találkozunk legközelebb is!